Itt vagyunk a szeméttelep rekultiválcióját járta körbe dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Berekfürdőben vagyunk jelenleg éppen. Nagy örömmel mondta, hogy gyermekkorában látta, hogy mi minden volt itt, és hogy most ez már tényleg egy igazán tájba élő környezet. Fontos volt akkor ön számára ez a beruházás? Eltűnt egy nagyon csúnya szemétlerakó itt a bereki határból. Helyette tulajdonképpen egy ápolt környezet fogadja az ide érkezőket. És egyáltalán nem mindegy, hogy a berekfürdői üdülőhelyen milyen állapotok vannak, hogyha elhagyjuk a szép utcákat, akkor remélhetőleg egy zöldellő táj fogadja azt, aki ide érkezik. Ez egy példaértékű rekultiváció, szemétlerakó megszüntetés, és a település is új fejlesztési lehetőségekhez jut, hiszen itt szabadidőközpontot lehet kialakítani. Van egy vizes élőhely, ami kirándulóknak is érdekes lehet, itt madarak mozognak, és egyáltalán sokkal szebb lett ez a környék, ezáltal szebb lett a Nagykúság berekfürdő is. Az egész program 1,3 milliárd forintos, és 4 település 5 hulladék lerakóját érinti. Karcagon is eltűnt a nagyon csúnya kinézetű hulladék lerakó, illetve Kenderesen és Kisújszálláson is hasonló rekultiváció történt. Azt hiszem, hogy a karcagiak azok tényleg örülnek ennek, hiszen ott, itt a Berekben egy picit hátrában azért a főúttól, de ott azért, aki ott eljárt mellette, láthatta, ott voltak tanyák, voltak lakók is, tehát azt hiszem, hogy ott még nagyobb feltűnés kelt majd, hogy most már egy rendezett környezet van. Az életminőség javul Karcagon, valamennyi településen, hiszen ezeknek a lerakóknak a közvetlen közelébe is élnek emberek, és ők nem egy szeméttelepen képzelik el a mindennapjaikat. Itt Berekben azért is fontos, mert egy üdülőhelyre meg pláne nem illik egy ilyen elhanyagolt környezet, és eddig nem volt arra pénz, hogy ezt megcsináljuk, de most olyan uniós forrásokat lehetett találni, amelyek gyakorlatilag 100%-os finanszírozást tettek lehetővé a települések lakóinak. Az önkormányzatoknak nem kerül gyakorlatilag semmibe se ez a hatalmas munka, mert itt is 20 ezer tonna hulladékot kellett megmozgatni, és kiszedni belőle azt, ami hasznosítható, illetve ami veszélyes. Most már nem fertőzi a környezetet, és vissza tud állni a természet rendje, illetve olyan elképzelések vannak az önkormányzat részéről, hogy ide mondjuk teniszpálya, sportlétesítmények, játszótér tud kerülni, a tó is rendbe tehető, és akkor ott egy ilyen horgászhely lesz kialakítható. Tehát látszik, hogy vannak olyan tervek, amelyek megvalósíthatóak, és vannak köztük olyanok is, amiket a Vidékfejlesztési Minisztérium tud támogatni. Akár LIDER forrásokból, vagy mondjuk egy horgásztó esetében a halászati alapokból is pályázhatóak pénzek. Én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak, és a program úgy is összegezhető, hogy két irányú előnye van, két irányú haszna van. Az egyik az, hogy megszűnik a környezet szennyező korábbi lerakó, a másik az, hogy hasznosítható területekhez sikerül jutni, amelyeket be lehet illeszteni a települési fejlesztések közé, és ezáltal az emberek hasznára válnak. Akkor szerintem fogunk mi még beszélni arról, hogy milyen támogatás sikerült a minisztérium révén idehozni ebbe a térségbe. Reméljük, hogy lesz ilyen, és addig is jó munkát kívánunk. Azon vagyunk, hogy minél több pénz érkezzen, minél több fejlesztés valósuljon meg. Dobos László polgármesterület kérdezzük, hiszen az előbb megtekintettük a karcagi lerakónak a rekultivációs munkálatai véget értek. Itt vagyunk most, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt a város életében. Hát mindenképpen annak tartom én is, és szerintem a város minden lakója, hiszen egy olyan tájsebet sikerült eltüntetni, ami joggal irritálhatta az ott élő embereket. A régi hulladék lerakóról van szó. Évtizedeken keresztül legálisan, azután illegálisan hordták oda az emberek a szemetet, és az időjárástól függően hozta, vitte a szél szanaszét a különböző hulladékokat. Ismerjük nagyon jól, hogy mivel járt ez. Csúfította, károsította a környezetet, mindenképpen meg kellett oldani annak a lerakónak a rekultivációját, ami szerencsére megtörtént, és a mai napon kerül lezárásra ennek a projektnek a vége. Örülünk ennek, hiszen egy olyan területet kaphattunk, ami sok mindenféle alkalmas lehet a későbbiekben. Nyilvánvalóan még meg kell várni, hogy a termőréteg, ami fedi az egész szemét lerakót, az megerősödjön, és utána akár legeltetésre, télen akár szabadidő
szabadidős tevékenységre is fel lehet használni azt a területet. Gondolom, akkor erre majd vissza fogunk kérni, hiszen az önkormányzat is biztos fog erre terveket készíteni. De minden esetre már ott a környékben lakóknak is, meg akik ott erre járnak, ez már egy pozitív dolog, hogy nem fog most már semmiféle hulladékot arra vinni a szél, meg a tájba is illeszkedik most már ez a rendbetett terület. Természetesen, hát a környéken élők már most jelezték, hogy egészen más a tájkép, hiszen egy szemét lerakó mellett élni, ahol nem csak azt lehet tapasztalni, hogy hozzaviszi a szél a szemetet, hanem ennek bizony szaga is van. Úgy egyáltalán rossz ránézni egy ilyesmire, itt most már egészen más. Tehát egy sebet sikerült meggyógyítanunk ott a Karcag határában, és ez mindenképpen egy örömteli dolog. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!